80-as évek végén kezdő gazdasági újságíróként találkoztam azzal a csapattal, amely az akkori Állami Fejlesztési Bankban szerveződött, Járai Zsigmond Hard Ilona vezetésével, akik egy működő tőkepiacot akartak kialakítani. Először lakossági kötvényeket bocsátottak ki, amelyet a lakosság lelkesen vett, mert nagyobb volt a kamata, mint a OTP betétnek, ami az egyedüli alternatíva volt akkoriban. Én is vettem ezeket, ezekkel lehetett kereskedni, kamatprémiumok, kereslet-kínálat hatására árfolyamuk is változott, önmagában egy csoda volt, hogy árfolyama van valaminek, és akkor elkezdték szervezni a kötvénykereskedelmi központot, aztán majd részvények is jelentek, tehát 89-ben már arról is beszéltek egymás között, hogy ezt tőzsdének lehetne nevezni, bár az első hivatalos megnevezés értékpapír információs és kereskedelmi centrum volt, mert kerülték a túlzottan kapitalista hangzású tőzsde elnevezést. Na de közben lezajlott a rendszerváltás, és ennek a gazdasági jelképeként alakult meg 90. június 21-én a budapesti értéktőzsde, 42 évi szünet után újraindult. A kereskedés az IBUSZ részvénnyel indult, ez volt az első papír, nagyon izgalmas volt, senki nem tudta, hogy 4900 forint, 1000 forint névértékű papírnál ez most mit jelent, miért ér el az ár a névértéktől, kibocsátási ár, hogy aránylik a későbbi árfolyamhoz, mitől függ az árfolyam. Tehát magyarok körében nagyon nagy volt a tartózkodás, a külföldiek pedig lelkesek voltak. Én gyakorlatilag az összes pénzemet beletettem IBUSZ-ba, lesz, ami lesz alapon, én nagyon bíztam a tőzsdébe. Ezt jól is tettem, mert a külföldiek 23-szorosan jegyezték túl a 440 millió darabos kibocsátott mennyiséget, ami azzal járt, hogy amikor az egy darab papírral elindult a budapesti értéktőzsdén a kereskedés 90. június 21-én, rengeteg külföldi újságíró volt ott, delegációk, minden külföldi befektető akart az első kelet-európai tőzsdén venni valamit, tehát az egy darab papírból, ezért aztán a harmadik nap már 12.800 volt a dár. Aztán szép csendben ez lecsengett, más hírek jöttek, Irak-Kuvait elleni agressziója, mindenféle, akkor elindult lefelé a dárfolyam, de addigra már aztán más papírok is megjelentek, 90-ben a tőzsdére került a Duna Holding, a Fotex, a Skála, az akkori sztár áruházlánc, Pécsi Konzum, néhány kisebb papír, és 91. januártól pedig már indexünk is volt, ez volt a BUX, ami 1000 ponttal indult, és most már 26.000 pont fölött jár. Köszi. Idősebbek, saját korosztályom még emlékeztet rá, 90. októberében tévében megjelent egy különös reklám, egy jellegzetes arcú kalapos ember megfelelő zenére, pam, 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 Müszi. És csak ennyit csinált. Két hétig volt a reklám, majd utána megjelent a Müszi edzése. Éles észre rájöttek arra, hogy egy mezőgazdasági ügyvitelszervezési számítástechnikai és informatikai, röviden Müszi RT-t, máshogy nem igen lehet eladni, csak egy olyan reklámkampánnyal, ahol a tevékenységre nem utalnak, nem is utaltak, el is kelt a 10.000-es névértékű papír 18.000-ért, 350 millió, aztán ez a cég is szép lassan kimúlt, tulajdonképpen nem csinált semmi más, csak ingatlan cégként vegetált egy darabig, de a bevezető kampánya az óriási siker volt. MKB Bank. Személyesen önnek. Ez a Magyar Külkereskedelmi Bank törzsrészvénye, de nagyon szép egy reformkori jelenetet ábrázol. A egykori Lloyd Palota, ahol a tőzsde annak idején megalakult 1864-ben, meg a Lánchíd. Hát sajnos ma már az MKB részvény is csak elektronikus jel. Azért akkor is elkülönült a kereskedés, amely 2002-ig a tőzsde parkettjén zajlott, és az elszámolás, amelyet először a tőzsde, majd 93-tól a Keller, a központi elszámolóház intézett. De az tény és való, hogy ha egy magánszemély mondjuk IBUSZ részvényt vagy Fotexet akart eladni, beballagott a brókercéghez, bevitte a fizikai részvényeit, a broker eladta a tőzsdén, majd 5 napos volt a elszámolási ciklus, a harmadik nap szépen vagy a broker, vagy a brókercég más munkatársa összegyűjtötte az aznapi papíradagot, bevitte a Kellerbe, és elhozta. Először ő maga villamoson, ahogy lehetett, később már a Keller páncélautója vitte ki ezeket a részvényeket 95-től, de a hőskorban még valóban a fizikai papírok cseréltek gazdát a Kelleren keresztül. A NABI
Észak-amerikai járműipari részvénytársaság, később, amikor már nem gyártott buszt, ex-buszt néven én voltam a vigazgatóság elnöke, felvásároltam a részvények többségét. Ez volt az egyetlen tőzsdei cég, amelynek a végén, tőzsdei pályafutása vége fele többségi tulajdonosa lehettem. De akkor már sajnos nem voltak fizikai részvények. A Borsodkem, amelyet aztán a kínaiak vásároltak meg, egyik legnagyobb magyar vegyipari cég a gyár látképével 96-ba került a tőzsdére, és néhány évvel ezelőtt 2008-9 körül vetették ki. Egyébként 2002-ig fizikai papírok voltak a tőzsdén, a teljes körű dematerializáció az csak utána következett. Én sajnálom, hogy eltűntek a fizikai papírok, túl azon, hogy szépek, egy kor lenyomatai, azért a befektető számára persze tudom, hogy sokkal könnyebb elektronikus jel formájában tárolni a tulajdonjogot, de azért, amikor a Budakest ügyről hallok, meg Questur ügyről hallok, fiktív kötvényekről, értékpapír számlákról eltűnt milliárdokról, akkor azért csak az jut az eszembe, hogy a fizikai papírok világában ilyenek nem nagyon fordulhattak volna elő. Az igazi Kodak fehér. A Fotexnél. Fotex? Várfegi Gábor 90-ben úgy gondolta, hogy egy kicsit amerikai, tehát Amerikából tért akkor vissza, és az első amerikai magyar fotószolgáltatási RT papírjára az amerikai címerállatot, a fehér fejű rétisast, a White-Headed Eagle-t tette rá. Vették is a részvényesek a 199 forintos kibocsátási árról, első napokban már 350-ig ment föl, aztán ezt is elérte a többi ilyen részvény sorsa, utána visszaesett. Contrax, a 90-es évek sikercégei kövé tartozott a két Contrax cég, az első nagy tőzsdei csőd Dicső Gábor Contraxaihoz fűződött. 92-be kerültek a tőzsdére, és 3 évvel később már csődbe is ment mind a irodatechnika, mind a Telekom. Történész vagyok, és a régi tőzsde mindig is nagyon érdekelt. Tulajdonképpen ezért is kezdtem foglalkozni 80-as évek végén az akkori papírokkal, mert akkor már gyűjtöttem a régieket. Most van egy majdnem 1000 darabos gyűjteményem régi részvényekből, kötvényekből, és talán egy másik 1000 darab, modern, tehát a 1980-as évek végétől a 2000-es évek elejéig kibocsátott vállalati részvényekből. Ezek közül körülbelül 150 az, amely megjárta a tőzsdét. Postabank. A bank, amely igazán közel áll önhöz. Ez egy botránypapír, a Postabank részvénye, Prinz Gábor egykori bűnös bankja. Itt a Postabank székház látható a József Nádor téren. Még a 90-es években is őrizték azt a régi hagyományt, hogy a bankrészvények nagyon gyakran, még a II. Világháború előtti bankrészvények a bank reprezentatív tekintét sugárzó székházát ábrázolták. Questor pénzügyek, több mint egy bank. Questor is volt a tőzsdén, sajátos volt, a Questor értékpapír cég, mint tőzsdei szereplő is szerepelt a tőzsdén, és maga a Questor, mint társaság is bevezette a részvényeit, nem volt túl nagy forgalma, de azért ott volt. Hát ez dicstelen véget ért. Danubius tavaly vezették ki, nagyon hosszú ideig, 23 évig volt a tőzsdén, szállodavállalat. Ma is működik. Én azért minden tőzsdei papírból félretettem egy darabot, ami azért viszonylag költséges hobbi, mert azért volt olyan OTP Richter, ami akkor a dematerializáció előtt már 30-40 ezer forintot ért, a Richter, az OTP is, de ezekből azért egy-egy darabot sikerült megőriznem. A régi részvényekből van még néhány hasonló gyűjtemény, illetve ott közgyűjtemények is vannak. Matáv, a szavakon túl. A Matáv, ma már Magyar Telekom, 97-ben került a tőzsdére 730 forint kibocsátási árral, óriási dolog volt. Ez volt az egyetlen magyar részvény, amely a New York-i tőzsdére is be lett vezetve. Aztán onnan szép csendben a 2000-es évek elején távozott. Ma a tőzsdén 460 forintot ér, de legalább működik. Aha. Az OTP bank többet ad? Az OTP talán a legsikeresebb magyar papírok egyike volt. Az 1000 forintos papírt 1995-ben 1200 forintért
vetették be, ma a 100 forintos papír ér majdnem 7000-et. A példány érdekessége a elnök személyes aláírása. Részvényeim egy részét igyekeztem aláíratni azzal, akinek a nyomtatott aláírása is szerepel rajta. A MOL 1995-ben került a tőzsdére, 1100 forint volt a vára, ma 16000 forint, ugyanaz a 1000 forintos részvény, de ma már természetesen nem fizikai formában. Mindegyikhez valamilyen, tehát a tőzsdei részvények zöméhez valamilyen személyes emlék kapcsolódik, jelentős része egyébként első tulajdonosként pont az én nevemre lett kiállítva, úgyhogy viszonylag sok kedvencem van. Nyilván az első papír, a Dibusz, az is egyfajta kedvenc, a Fotex, amelynek a igazgatóságában nagyon sok évig ültem, de még akár a MKB-t is mutathatom, mint érdekesség, a Magyar Külkereskedelmi Bank papírja, amelyből szerintem kettő maradt fönn összesen. A többit persze bevonták és megsemmisítették.